Szeretsz járni így almát szedni? Igen. Jobban, mint iskolában? Mi a jobb? Hát nem kell tanulni. Az a jobb. És hogy bírod? Elég jó. Tetszik? Igen. Lehet hülyéskedni, meg mit tudom én. Szabadabb, mint hogyha iskolában lennétek, felszabadultabban vagytok. Mennyi ideig jártok ki egyébként? 5 napig. Tehát egy héten keresztül. Egy héten keresztül, igen, és úgy körülbelül 4-9-től fél egyig. Milyen a tanárnak az alma szüret? Mai napon kellemes, mégpedig azért, mert az időjárás is kedvez, meg a gyerekek jól dolgoznak. Mennyiben más ez, mint mondjuk bemenni az iskolába? Hát talán egy kis fizikai erőpróba, és azon kívül pihenés, mivel hogy már 3 hete, 4. hete tanítottunk, és már kicsit fáradtak a gyerekek. Szóval a tanulás közben egy kellemes kis szünet. Minden évben rendszeresen visszatérő időszak, ez jónak tartja? Hát jó, gyakorlatilag jó, bár még jobb lenne, ha nem október elején, hanem szeptember közepén. Mert 2 nappal ezelőtt nagyon cudal idő volt, hideg volt, úgyhogy eső esett. De hát végül is ez az alma érésén múlik, hogy mikor jöhetünk, úgyhogy nem a gazdaság.